Barlang. Egy általában negatív sztereotípiákkal körbelengett, mai napig sok ismeretlent rejtő, kihívásokkal teli világ. Itt az örök sötétség az úr, nincs internet, sem térerő. Aki oda merészkedik, csak magára és a társaira számíthat. Berentés Ágnes vagyok. Geológus és a maroknyi magyar barlangfotósok egyike. 10 éve járom a Föld mélyének természetes és ember által alkotott járatait. Hivatásom, hogy megmutassam ezt a csodás és rejtett világot azoknak, akik nem juthatnak le oda. Barlangi fotósként ebben az extrém stúdióban kell helytállnunk. Stúdió, hisz a fényeket mi visszük. A téma adott, de hogy milyennek mutatjuk meg, amit látunk, az már rajtunk múlik. Az biztos, barlangászként soha nem fogjuk úgy látni a barlangot, ahogy egy barlangi fotós képein keresztül. Egy barlangi fotós sok esetben az első, olykor az egyetlen, aki az adott helyen fotózik. Ez megismételhetetlen lehetőség, hogy más is láthassa ezt a világot. A felszínen a fotós adott fényekkel dolgozik. Látja a pillanatnyi valóság egészét. A barlang az a környezet, ahol a barlangász a saját és társai fejlámpájának fényében a környezetnek csak egy kis, pontszerű részét látja. Azt, ahova éppen fény jut. A fényeink beállítása és a téma komponálása meghatározza, hogy milyen oldalát fogjuk látni a térnek. Ez a barlangi fotózás szépsége, kihívása számomra. Egy olyan világot megmutatni, ahová csak nagyon kevesen jutnak le, és még kevesebben veszik észre azokat a pillanatokat, helyszíneket vagy képződményeket. Barlangászként sok izgalmas dologgal találkozunk a föld alatt. Szűkületek, nagy mélységek, óriási, lámpáink fényébe vesző terek, és persze csodás, lélegzettel állító formák és képződmények. De mi történik akkor, amikor a lámpáink fényében sem látjuk a témát? Ebben a teljesen sötét világban kezdtem kísérletezni az UV-fény tartományával, ami már kívül esik az emberi szem számára érzékelhető fénytartományon. Az ásványok egy része UV-fény hatására világít, amit összefoglaló néven lumineszenciának nevezünk. A kísérletezést adatgyűjtés előzte meg, hogy tudja, mely barlangokat érdemes felkeresnem, és egyáltalán mit kell figyelnem, mikor lent járok. A barlangok ásványvilága elég egyhangú, így a lumineszencia jelensége is leginkább kékesen világító cseppkövek és kalcit felületek formájában jelenik meg. A képeket hosszú záridő mellett állványról készítem. A falakat hosszú hullámhosszú UV-lámpával pásztázom, festem meg. Témától függően van, hogy a modellámpáját égve hagyja, máskor ez a fény már felülírná az ásványok adta fényjelenséget. A sokszor teljesen földön túlinak ható képeket, a rajtuk szereplő, normál rendszervakúval megvilágított modell jelenléte hozza vissza a valóságba. De mi a helyzet a bányákkal? Ezeket az üregeket nem a természet, hanem az ember keze munkája hozta létre. Mégpedig sok esetben valamilyen ércásvány kitermelésére. Felmerült a kérdés, hogyan tudom fotósként úgy bemutatni ezt a világot, hogy képként is működjön. Bányák esetében még kiélezettebb a helyzet, a végleges bezárások miatt nem is lesz lehetősége másnak megörökíteni a pillanatot. Szerencsémre a barlangok felépítő ásványa, a kalcit, az egyik leggyakrabban lumineszkálásra képes ásvány, ami a bányákban is megjelenhet az ércesedések mellett.
adottak a feltételek ahhoz, hogy a kristályrácsba olyan aktivátornak nevezett szerves vagy szervetlen szennyezőanyagok épülhessenek be, amik befolyásolják vagy meghatározzák a lumineszencia színét és intenzitását. Ezen felül persze számos olyan élő szervezettel is találkozhatunk, amik szintén lumineszkálnak UV hatására. Például gombák, denevérek, sőt a körmünk és a fogaink is. Ennyi kell hozzá, hogy lekapcsolva a fejlámpánkat, a megfelelő helyeken egy olyan UV világba csöppenjünk, amik létezésére talán soha nem is gondoltunk. A föld alatti fotózás nem magányos sport. Mindenképpen benne van egy teljes csapat munkája, figyelme, türelme és kitartása is. Továbbá ebben a projektben szerte Magyarországról sokan segítettek információval, eszközökkel, amik eredményesebbé, biztonságosabbá tették a munkámat. Nekik ezúton ezekkel a csoportképekkel szeretném megköszönni a segítségüket.